akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 14 perc van, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral. És kivel is? Ki is az a nagy darab? Mihálovics Andrással. Na, 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Igazából kettő dolog foglalkoztatja a hallgatókat. Az egyik az a Red Hot Chili Peppers koncert. Többen kiábrándultan vették tudomásul azt, hogy például ilyenek jöttek, hogy egyetértek ezzel a dologgal, mert mint azzal, hogy nem volt annyira jó ez a koncert, mert gond volt a hangosítással, meg rövidke volt, úgyhogy... Bocsánat, közben megnéztem, hogy az egész turné ilyen... Minden turné állomáson legalább két ráadásolt írják többen, igen. Nálunk csak egy. Ez nagy különbség, tehát 2-3 számmal többet szoktak játszani, tehát egy kicsit volt rövidebb, mint ami itt megszólt. Amúgy sem 2 órás, de azért ennél hosszabb szokott lenni. Például az Under the Bridge szokott lenni rendszeresen a ráadásban, azt is itt lefelejtették, tehát igen. És én is már kíváncsiakban megnéztem, hogy ez most csak itt volt ilyen. Nem, amúgy ez a 18-20 dal szokott lenni, és most itt 17 volt, hogyha a darabra nézem. Igen. De, azt mondja, Mike Oldfield koncert is 75 perc volt annak idején, 96 táján. Mindenki csak állt a végén, és értetlenül nézte, hogy a műszak elkezdte szétszedni a cuccot. Bezzeg a 93-as Jean-Michel Jarre, írja egy hallgató, aztán pedig az jött még, hogy a Guns N' Roses majd oda teszi magát. Igen, és ők Prágába, oda is. És oda is tette, ezt személyesen tapasztaltam. A hétvégén újra fellépnek Prágában, 3 órásnak ígérkezik. Kérdezik, hogy megyek-e, nem megyek, sajnos. De legutóbb hosszabb is volt, nem? Hosszabb, majdnem három és fél óra volt. Az igen, tehát az ő szintjükön, ebben a kategóriában, ilyen életművel. És hát ugye nemrég volt itt az Iron Maiden, arra meg azt írja, aki ott volt, hogy összehasonlíthatatlanul jobb volt. Aha. Teljesen más liga. Mint a Red Hot Chili Peppers. Tehát a Red Hot elmentek simán a Hackneyba. Hát most nem voltunk ott, nem tudjuk megíteni. Mint egy pár éves zenekar, két lemezzel. Holnap Edével leszünk, én kifaggatom alaposan, hogy ő hogy élte ezt meg, jó? Jó, mindenki. Na, menjünk tovább. Na, menjünk. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely tény valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT. No, hát ugye volt már kiberbiztonsági bemelegítés 8 óra magasságában, hogy senki sincs biztonságban, de azok kedvéért, akik ezt a hiszem, ha látom dolgokat veszik előre egy ilyen probléma megítélésekor, akkor most frappáns választ fogunk adni, mert hogy nem csak cégeket, hanem várost, sőt országot is le lehet ám bénítani kiberfegyverekkel, hogy ez hogy történt, mint történt, hol történt. Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója fogadta a meghívásunkat. Szervusz! Sziasztok, jó reggelt! No, hát nem tudom, hallottad-e a bemelegítést, igyekeztünk kellően felzárkózni hozzád, ijeszgetni mindenkit most nagyon. Most tudod. Igen. Te is voltál Red Hot Chili Peppers-ed? Majdnem. Igen. Na, szóval országot, város bénítottak le a hackerek. Kezdjük a kisebb falatnál, a kisebb az idézőjelbe téve. Hacker támadás érte Palermót. Kik voltak, hogy voltak, mi történt? Múlt hét pénteken állt meg az egész város.
ezt úgy kell értenetek, mint hogyha Budapesten nem lehetne online semmit elérni, nem lehetne online jegyet venni, se repülőjegyet, se vonatjegyet, se semmit. Ugye a bankrendszer megállt az összes olyan önkormányzathoz köthető lakossági szolgáltatás. De a bankrendszer nem köthető az önkormányzathoz, meg a repjegyvételse. De a helyi igen. Tehát itt valójában a helyi szolgáltatásokat. Ja, hogy az internet is leállt, úgy, hogy minden. Aha. Levágták az telkót, internetről Palermót. Hát konkrétan ugye azt írják a lapok, meg így is nyilatkoztak, hogy 30 évet csaptak vissza, 30 évvel ezelőttre. Az érdekes érzés lehetett az ember. Vissza, tehát megállt konkrétan a hétvégére a város, és hát ezen a héten kezdték el ugye nagyjából újra telepíteni a szolgáltatásokat, úgyhogy most is még részlegesen mennek. De hogy minden, ami egyébként digitalizált szolgáltatáshoz köthető, jelenleg, az megszűnt létezni. Tehát ez, kik csinálták, és hogyan? Van egy zsarolóvírus csoport. Felépettek a hírek, hogy hát ezt az orosz Killnet csapat csinálta, mert hogy ők az orosz-ukrán háborúban háborúznak. Kiberháborúznak, ugye, és az orosz oldalról az európai targeteket nagyon, nagyon komolyan támadják. Ugye támadták a német reptereket, a lengyel reptereket, tehát ez nem újdonság ebben a tekintetben. De aztán most még nem meg nem nevezett csoportról beszélgetünk. Hát azt képzeljétek el, hogy ők azt mondták, hogy a zsarolás megtörtént részlegesen. Hogyha nem fizet a város, akkor közzétezik az adatokat. Tegnap ki is jöttek a megszerzett adatok. Ezeket most kezdtük el elemezni, tehát ebből fogjuk tudni azt, hogy milyen rendszereket is fogtak meg. Tehát a város nem fizetett? Nem. És jellemzően az a megfigyelhető, hogy a kormányzati rendszereket az oktatás felől és az egészségügy felől támadják. Ez most már egy teljesen jól megfigyelhető. Tehát ahogy a dolog. Nagy cégeket a kis beszállítók oldaláról. Itt is a kvázi a beszállító, tehát kvázi a supply chain, de itt ugye a közösségi szolgáltatások és egyébként az oktatás és egészségügyi rendszerek, azok a gyenge pontok, ahonnan mondjuk egy várost vagy egy országot meg lehet fogni. És hát ugye ugyanígy járt Costa Rica. Ide még nem menjünk, először egy kicsit bontsuk ki azt, hogy hát én nem tudom, miért pont Palermo? Tehát így ez egy kézenfekvő, miért nem valamelyik főváros? Ő volt sebezhető, ő volt kéznél, példát akartak statuálni, hogy ezt meg tudjuk nagyba is csinálni, nagyvárosokkal, vagy ezen gondolkodtunk el mi is, hogy ha egyébként ez mondjuk az orosz-ukrán háborúhoz tényleg köthető lenne, akkor azok a csapatok, akik már maradtak, és nagyon komolyan küzdenek a hasztéren, ők nyilván nagyobb célpontokat céloznának. Ez sokkal inkább, ugye ez az áldozat, mondjuk így, ez sokkal inkább belefér ebbe az alacsony csüggő gyümölcs kategóriába. Tehát valójában találtak nyilván olyan réseket, könnyen kiaknázható réseket, amin aztán bemásztak, és onnantól kezdve megfektették a rendszert. Tehát ez még mindig nem a nagyon célzottan szikével a kézben típusú célzott támadás, hanem egyszerűen csak keresik a gyenge pontokat még mindig. Mindenhol? Mindenhol. Tehát akkor ennyi erővel lehetett volna Nagyatád is. Abszolút, vagy Érd. Igen, hál' Istennek, nem? De lehetett volna, pontosan. Ez még mindig... Ezt miért csinálják? Ez összeköthető az orosz-ukrán konfliktussal, vagy nem? Palermo egy picit nagyobb, hogyha mondjuk magyarul analógiát kerestek, mint a Érd vagy Nagyatád. Én is csak tréfeltem nyilván. Szóval ez valami ilyen ütünk-vágunk mindenkit most, aki tőlünk nyugatra fekszik, ideológia mentén van? Vagy... Is, igen. Uh-huh. Tehát ugye az orosz barát, ha erre akarunk elkanyarodni, az orosz barát támadásoknak két fajtáját látjuk. Az egyik a klasszikus, rengeteget beszéltünk erről, ugye a hosszú ideig fennálló fenyegetettség APT
vel bemásztak évekkel ezelőtt, és akkor ott ugye kipumpálják az információt, és egyszer csak oda csapnak, hogyha kell. Hát ez nem az volt, hanem ez a második, ugye, hogy felálltak azok az egységek, fogalmazzunk így, akik valamelyik oldalon kifejtik a hacker tevékenységet. És hát ez úgy kezdődik, hogy keresgélnek. Tehát ezt úgy kell elképzelhetek, hogy megnézik az európai országokat, meg vannak ugye a céltartományok, és ott a jól ismert sérülékenységeket elkezdik felásni, meg begyűjtik az e-mail címeket, meg egyébként a korábbi törésekből származó jelszavakat e-mail címekkel együtt. Bemásznak a rendszerekbe, elkezdenek ott kutakodni, és aztán szépen egy ilyen láncreakciószerűen tud tovább haladni. Tehát ugye itt most nem arról van szó, hogy átrajzoltak egy websájtot, mondjuk Palermo városnak a weboldalát, hanem hogy a kormányzati, önkormányzati rendszerbe mentek be, és oda telepítettek egy olyan zsarolóvírust egyébként, ami elterjedt az egész hálózaton, és tekintve, hogy ezek a hálózatok össze vannak kötve, szépen végigszaladt a rendszerben. Ehhez viszont azt kell... tudnak kiszedni? Tehát mondjuk az önkormányzatoknál fizetéseket átutalni, vagy kiszedni? Megtehetnék, csak az sokkal bonyolultabb. Tehát itt azért mondom, hogy ez ilyen... Meg hosszadalmasabb. Hitendránszerű dolognak indul, hogy na megtaláltuk, akkor ezt megfertőzzük, odavágunk. És a következményekkel már nem számolna. És akkor innentől kezdve válik borzasztó veszélyes a dolog, hogy ebben az egész konfliktusban, ami most már világszinten megfigyelhető, pontosan az van, hogy megtámadnak egy intézményt, annak a hálózata össze van kötve egy másik hálózattal. És ez így tovább kerül. És most már az ipari rendszerekre is hatással van. Tehát most már olyan zsarolóvírusok, vagy zsarolóvírus támadások vannak, ahol nem is zsarolnak, hanem ugyanazt a technológiát arra használják, hogy romboljanak. Tehát, hogy tönkre menjen, cserélni kelljen, újra telepíteni kelljen, és itt ki a megbízó? Ez lehet egy konkurens? Nem hiszem, tehát itt valójában nem akartam ma ugye kifejezetten az orosz-ukrán háborúról beszélni, de hogy itt most már ideológiák vannak, és egyébként háborús konfliktus van, és a két oldalon harcoló felek most már nem válogatnak. Eddig sem nagyon válogattak, de most már pláne nem válogatnak, hanem amit érnek, azt pusztítanak, és sokkal kevésbé a pénzért. Tehát most más a motiváció. Most ideológia van. Most az a motiváció, megvédjük magunkat, vagy visszavágunk. Visszavágunk. Na, de ha ez nem lenne elég, akkor most térjünk át Costa Rica kérdésére, mert hogy ugye most szörnyűködtetünk, hogy jaj, Palermót visszalőtték 30 évvel az időbe, de május végén meg egy egész országot lőtek vissza 30 évvel. Hát, ez hogy történt konkrétan? Teljesen ugyanígy. Az a lényeg, hogy ott a Conti hacker csoporthoz kötik szintén olasz oldali hacker csoporthoz kötik az akciót, szintén zsarolóvírussal állítottak meg mindent is. És ott ugye maga az ország állt meg, de most már azt is látjuk, hogy ez nem egy egyedi eset, hanem ott Perut, egyébként a dél-amerikai és afrikai országokat. Afrikai országokról nem tudom megítélni, hogy miért, de hát Costa Ricát sem, ők sem vesznek részt az orosz-ukrán konfliktuson. De valójában a dél-amerikai területek sem, bár egyébként most kiderült, hogy azért de, mert hogy a fegyveres konfliktusban is mondjuk befogadják az orosz hadsereget, ugye, ezeken a területeken. Tehát az a helyzet, hogy városokat és országokat is, leginkább a kisebb országokat támadják. Mi történt Costa Ricában egyébként? Tehát ott vészhelyzetet kellett hirdetni? Gyakorlatilag ugyanez történt, csak sokkal nagyobban, mint Palermóban, hogy a kormányzati rendszerek megálltak, aztán a közszolgálati rendszerek és a közösségi rendszerek, és ott sem lehetett már a végén ugye, ezeket a szolgáltatásokat használni. Megállt a bankrendszer, ugyanígy. Tehát, hogy hány napra, meddig tartott újraindítani? Vagy hogy... Hát ha jól emlékszem, akkor ez ilyen kéthetes időtávban
történt, és hogy nyilván ott is az volt, hogy mindenki elkezdte helyreállítani a rendszereket, de azzal a különbséggel, hogy ott szintén nem kértek ugye váltságdíjat, viszont gyakorlatilag vészhelyzetet kellett, vagy igen, ugye, hogy state emergency-t kellett kihirdetni, mert hogy az állam nem tudott működni. Semmilyen módon nem tudta kiszolgálni a lakosságot, illetve a nemzeti szolgáltatásokat nem tudta üzemeltetni, úgyhogy megállt konkrétan. Ez jelent a hacker csoportok CV-jébe egy jó pontot? Tehát ezek az emberek mondják, hogy és mit érdettettük le Costa Ricát? Illetve azt tanul belőle? Is. A többiek a védekezés? Nem. Tehát, hogy is? Nem. Igen, Ferit szoktuk hívni, hogyha kicsit félni akarunk. Igen. Az első kérdésre a válasz az, hogy nyilván minden egyes hackernek, ugye fekete kalapos hackernek a CV-jében benne van az, hogy milyen akciókban vett részt, nyilván nem biztos, hogy publikus. Itt a csoportot is tudtak azonosítani, tehát hogy ez a Conti csoport, ami azért érdekes, mert hogy a háború elején pont a Contit támadták meg, ugye az orosz oldali hacker csoportot vették le a térképről az ukránok. Hát visszavágtak, igen. De hát épül szépen vissza újra a csapat. Uh-huh. Úgyhogy igen, ezek azért nagyon komoly zászlós hajó, komoly zászlók mondja, uh-huh. a játékban. Ahogy tanulnak-e belőle, valójában alacsony szinten nem, tehát hogy a taktikai, technikai szinten borzasztó nehéz ennyire gyorsan megváltoztatni egy 30-40 éve ugyanolyan sérülékeny rendszert. Főleg egy olyan rendszert, aminek, hogyha piros hó esik, akkor is működnie kell. Hát de gondoljatok bele, hogyha ez most Magyarország analógia, itt ugye van több mint 3000 olyan alkalmazás, amit nem is biztos, hogy láttok, tudtok, de használjuk. A közigazgatási rendszerekre gondolok. És nem, ezeket nem a 2000-es évek után fejlesztették, gyanítom. Egy részét nem, de hogy biztos nem 2010 után. Uh-huh. Ma fogalmazunk inkább így. Jó, azért vannak modernebbek. De hogy gondoljatok el, hogy ez eltűnne. Tehát bemész a kormányablakba, és nincs. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni, hogy se útlevelet, se semmit nem tudsz intézni, és ha ezt összekapcsolod azzal, hogy azokat a közszolgáltatókat is leveszik a térképről egy időre, amik elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak. MÁV, vagy uh-huh. BKV. Igen, ezek. Akkor itt ez egy komoly fennakadás. És ha az infrastruktúrára nem gyűrűzött be ez de Palermóban sem, és Costa Ricában? Mert ugye az oké, okay, hogy leáll a BKV, majd felülök egy biciklire, hát mondta az ember, okay. Vagy gyalogolok, nem oké, okay, de ez még a kisebbik rossz, mint hogyha nincs villany, meg víz, meg jelzőlámpák nem működnek. Igen, több millió embert érintenek ezek a dolgok. De hát amit mond, az megfigyelhető a háború alatt már célzottan. Tehát, hogy volt 8 olyan város, ahol a vízellátást elzárták egy időre hacker támadással. Ipari folyamatérésén rendszereket is támadtak nagy sikerrel, nukleáris rendszereket is. De nyilván a rémizgetés mellett ugye azt azért fontos megjegyezni, hogy ezeknek a rendszereknek van analóg párja, tehát, hogy itt az üzem zavar a jó kifejezés. Tehát van egy... Hát van egy kapcsoló. Vezérli a számítógép, de egy szaki be tud menni valahova, és elfordul két vagy, csap, vagy és oda, akkor... Vagy igen. Terepjára való tudod menni, aha, a közepére, aha. És akkor kinyitja a csapot, igen. Uh-huh. Tehát át lehet ezt analógra még kapcsolni, még. És aztán ez a különbség. Tehát az ipari rendszereknél, hál' Istennek van, és mindegyiknél van olyan vészmegoldás, ami a szolgáltatás folytonosságát. Uh-huh. Azért biztosítja, tehát pár órára kiesik, vagy egy-két napra, és utána ez kezelhető. Egészen addig a szintig, hogy amíg fel nem robban mondjuk egy... Igen, az már nem kezelhető, és hát ezeket is látjuk most. A másik oldalról, ugye a különbséget akartam csak megvilágítani, hogy amíg az ipari rendszerek mindig is fel voltak készítve arra, hogy ők analóg módon is tudjanak működni, addig a digitalizált közigazgatási rendszerek, a digitalizált szolgáltatások, az internet alapú szolgáltatások már nincsenek.
Tehát, hogy ott ugye, hát a NAV nincs arra felkészülve, mondjuk, hogy én elektronos számla helyett újra kiprinteljem és bevigyem az adóbevallást. De akkor a postára ugyanúgy fel kell adnod. Aha. Tehát ugye az üzleti folyamataid állnak meg egy picit, akadnak meg. Hát amíg van posta. Tehát, így értsétek. Tehát, hogyha minden is kiesik, mi a logisztikai rendszerekről beszélünk, az élelmiszerszállítási rendszerekről beszélünk, tehát ez mind már digitális. Nyilván az autó, az úton megy még mindig. Meg az emberrel, de az, hogy mit vegyem föl, hogy hol vegyem fel, és hova jussam. Az itiner és az elszámlási rendszer, ha nincs, akkor az ott meg fog állni, mert hogy nem fogja tudni. És hogyha ezt összekapcsolod azzal, hogy a GPS műholdakat is lekapcsolják, és egyébként a teljes navigáció is megszűnik, vagy megzavaródik, akkor itt gondoljátok el, hogy egyszer csak van egy ilyen blackout. Hát ilyen filmvászonra kívánkozó történeteként. Hát a Mr. Robot analógiát lehet említeni, ahol a Fireball, ugye, a tűzlabda effektus, domino effektusnak hívunk, az bizony itt már nem egy teória, hanem megtörténik kicsiben, persze Palermo, köszönjük. Nem tudom, hogy hány lakosa van, de hogy... Hát félmillió biztos szerintem. De hogy megnézem. Komoly uh-huh. létszámot érint, de hát amikor már egy állami vészhelyzetet, vagy szükségállapotot kell kihirdetni egy hacker támadás alapján, azért az komoly. Igen. És ez a dél-amerikai országokban most éppen dívik. Igen, és mi szóltunk előre, ahogy akkor is szóltunk, mikor az izraeliek ugye kiberműveleteket toroltak meg hagyományos fegyvercsap. Az is egy mérföldkő volt, most ez is egy mérföldkő. Oké, de hát most ha megnézed, akkor ez egy mérföldkő volt, most viszont ugye ez már mindennapos az orosz-ukrán konfliktusban, és az az egésznek a szumája, ha ezt lehet, hogy az ott történik, és mindenki úgy van vele, hogy persze az tőle. Persze, Palermo messze van, igen. Costa Rica még messze. Én most a háborúról beszélek. Értem. Hogy az ott történik, az messze van, és akkor persze nem érint bennünket. Hát így viszont bárkit érinthet. Mert hogy itt a határok ugye nem fizikai határok. Hát ez a kiberháború, jó reggelt kívánok! Igen. Úgy van, igen. Okay. És a lakosság az megvan? Megvan 670, tehát a félmillió az még hát amit mondtam, az a... Nagyon sok. Igen, hát tehát az volt alsó egy pár, volt egy pár 670 ezer, igen. Abszolút. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, Feri, elgondolkodtató volt, mint mindig, és ijesztő, mint mindig, úgyhogy, de ha békét akarsz, készülj a háborúra, ez egy régi mondás, és itt is igaz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szervusz. Frész Ferenccel, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgettünk, hogy nem csak cégeket, hanem városokat és országot is kapcsoltak mellé az internetről hackerek, és hogy ezzel ennek milyen következményei lehetnek. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk.